mit remélj, mit ne csinálj, mit tegyél, vár egy jó barát, hívd fel, hívd Andreát! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szenes Andrea vagyok, itt a Hívd Andreát, Magyarország beszélget. Sportból bizonyára önök is jól ismerik a vegyes páros fogalmát, ott azt jelenti, hogy egy férfi és egy nő. Ma este azonban olyan házas párokat hívtunk meg, akik túl azon, hogy egy férfi és egy nő, különböző kultúrák és vallások szokásait vitték a házasságukba. Velünk van Láng Ernő és felesége, Brooks Márta, akik Moszkvában ismerkedtek meg egymással, és ott lobbant lángra kettőjük között a diákszerelem. Össze is házasodtak, de az akkori politikai helyzet miatt a feleségnek haza kellett mennie Kubába, és csak később jöhetett a kisbabával a férje után Magyarországra. A lángházaspár mellett velünk van még a Varga házaspár is, Varga Gusztáv és felesége Kamondi Ági, akik a tánc kapcsán ismerkedtek meg és szerettek egymásba. Önök pedig, kérem, hívjanak bennünket, ha önök vegyes párosban élnek, vagy a környezetükben van ilyen. Gusztáv, téged azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a nézőknek, hiszen a népszerű, az immár 18 éve népszerű Kali Jag együttesnek vagy a vezetője. Mi is ez a név, hogy Kali Jag? Magyarul fekete tüzet jelent. Black Fire, vagy ahogy tetszik. És miért adtatok pont ezt a nevet az együttesnek? Talán hozzánk nőtt egy ilyen tradicionális szokás is, hogy megmutatva a tüzes jelképünket, mi magunk is egy barna nép vagyunk, de igazániból tüzes, és van egy nagyon híres és neves költőnk, Bali Károly, ahonnan aztán vettünk egy mottót, amely úgy szólt, hogy Andemurogyi lokáliak pából kimondom nektek az éjszakát. A szívemben fekete tűz ég, kimondom nektek az éjszakát. Hát ez a mitosz, ez a mitológia, ami visszavezet minket az őshazába, Indiába. Ugye a Káli ott az istennő, és az ág az a tűz, tehát az istennő tüze. És hát ez velünk jött évszázadokon keresztül. Innen merítettük ezt a nevet, ami aztán valóban meg is bélyegezte ezt a zenét, és valóban tűzként söpörte végig itt az Európát itt. Talán Nyugat-Európát és Ázsiát, Japánt, Koreát. És te tényleg olyan vagy, mint a fekete tűz? Tudom, hogy a Kos jegyében születtél, ami egy tüzes jegy. Igen, természetesen. Nagyon jó tájékozott vagy. Igen, azt hiszem, hogy ilyen tüzes lelkű ember vagyok. Olyan, mint a fekete tűz, Ági? Természetesen olyan. Sőt, már néha az a tűzes kicsit el is éget mindent. Mert annyi mindent vállal a férjem magára, hogy szinte már alig látom, úgyhogy most már így üzenem neki, hogy igenis van családi élet is. Úgyhogy amikor megismerkedtünk 1984-ben, akkor még csak álmodoztunk arról, hogy milyen nagy tetteket lehet közösen végrehajtani. Hát most talán 10 év múlva már elérkeztünk oda, hogy ebbe az álmokban meg is valósult nagyon sok minden. És hogy ismerkedtetek ti meg egymással, így már 12 évvel ezelőtt? Hát én néptáncoktatói tanfolyamra jártam a Népművelési Intézetbe, és Guszti lejött hozzánk, hogy gyertek, nézzétek meg a műsorunkat. És hát én nem is nagyon akartam eleinte menni, mert hát rengeteg munkám volt, akkor készültem éppen a felvételimre az egyetemre, de mégiscsak elmentem, és valami fantasztikus hatást tett rám a műsor. Addig csak mindig tévében láttam csak felvételekről. Műsor? Hát eleinte csak a műsor. Később azonban már hát a személyed is. De eleinte a műsor volt fantasztikus hatással. A színpadon láttad és úgy szerettél bele? Hát végül is akkor csak a műsor volt, ami rám fantasztikus hatást tett. Először láttam életemben cigány embereket színpadon. Tehát csak filmen láttam táncot. Az akkoriban még nem volt szokás az ilyen roma műsorok, tehát akkor ez egy ilyen úttörő dolog volt abban az időben. És hogy lett ebből kapcsolat? Megláttad a Gusztit a színpadon, megtetszett. Hogy lett ebből kapcsolat? Te kezdeményezted, vagy hogy? Nem, azt mondom, nem én kezdeményeztem. Ez nem igaz. Az a helyzet, hogy akkoriban
népszerűek voltak a táncházak. Ma is úgy tudom, csak én már kinőttem a táncház mozgalomból, hiszen már két gyermek édesanyja vagyok, így nem tudok eljutni. Itt találkoztunk újra, és én megkerestem Augustit, és szerettem volna tőle cigány dalokat hallgatni. Nem úgy ismerkedtünk meg, igazából nem. Azért akkor csak nem valami hasznunk legalább, persze. Ez kiderül ma este. De, volt egy cigánybál a 13. kerületben, és akkor meghívást kaptam én is, és aztán meghívást kapott az Ágnes a barátnőjével együtt, és elmentünk egy páron. És akkor ott igazániból ott alakult ki az a szemezés, az a kis incselkedés egymással, egy pici vörösbor, ugye most én azokat a nőket szerettem, akik vörösbort szerették, azok nem rossz nők. Szóval az biztos, hogy nem rossz nő. Aki a vörösbort szereti, az a férfiaknál is, ugye, az nem lehet rossz ember. Most hát a nőknél is így van, úgyhogy... Zági szerette a vörösbort, tehát akkor ő már ez egy piros pont volt nálad. Most ezek után következett a táncház. Tehát azért az előzményeket nem ismeri a nem. Hát ez csoda. Hát nálad ez volt az előzmény ezek szerint. Hát szemezgettetek aztán. Hát megismerkedtünk. Na most végül is... beszélgettünk inkább aztán, igen. Később. Hát akkor egyszer csak elkezdtetek járni egymással. Igen, igen. Főleg úgy, hogy meghívást kaptam, hogy végre lehetett tanulni cigánytáncot. Kint a Rózsa művelődési házban. Ez Lőrincen van, ugye jól tudom. És hát elmentünk, akkor kezdett kialakulni egy kis baráti társaság, akik szerették a cigánytáncot tanulni. És hát így ismerkedtünk meg végül is közelebbről egymással. Teszen lettetek szerelmesek, és hogyan a barátaitok vagy a környezetetek hogyan fogadta a kapcsolatotokat? Hát az én baráti köröm ellenezte. Ellenezte? Ők úgy mondták. Hát azt mondták, hogy mi tulajdonképpen nem is illünk egymáshoz, mert teljesen más kultúrába jöttünk, és nem biztos, hogy mi együtt tudunk élni. Tehát ellenezték ezt az együttlétet. Nem tudom, Augustéknál, hogy volt. Egy picit a romáknál és nem romáknál, vagy egyáltalán az idegen hatások, azok nem szerették egymást, hogy, tehát a szülők, a tradicionális beállítottságú szülők, akik azt mondják, hogy az etnikum az nem korcsosodhat, az nem mehet, nem vehet el más idegen kultúrákból élő embert. A cigányságnál a mai napig él, de a nem cigányoknál ugyanúgy. Tehát ha azt mondjuk, hogy szerintem egy cigány... Szerintem az, hogy a romáknál kimondottan, tehát kimondják azt, hogy találkoztunk, és az volt, hogy te magyar vagy? Hát az nem is lehet komoly. Tehát csak is roma nő lehet a felesége. Na most a magyaroknál szerintem ugyanígy megvan, csak talán nem mondják ki annyira, csak finoman utalnak rá, hogy együtt akarsz vele élni. Igen, szóval van egyfajta legkezelő dolog is, hogy megkérdezték tőlem, hogy tényleg roma a férjed? Hát mondom, igen. Igen. Szóval volt egyfajta ilyen visszajelzés, akkor egyből egy kicsit úgy éreztem, hogy távolabb léptek egy kicsit, hogy mi együtt tudunk élni. Aztán idővel, ugye, hogy ismertebbé vált a Guszti, így megváltozott a baráti körünknek a véleménye kettőnkről, és egyből elfogadottabbá vált a kapcsolat, de nem hiszem, hogy egy másik kapcsolatnál ugyanígy ez végül is átfordul. Nem biztos, hogy minden kapcsolatban a férj népszerűvé válik, és akkor ezáltal el tudják fogadni. Szóval szerintem ez másnál ugyanúgy még probléma marad. És a szüleid mit szóltak az Ágihoz? Az én szüleim